Ebben a videóban megismerkedünk a függvények invertálhatóságával, és megtanuljuk azt is, hogy hogyan tudjuk az inverz függvény szabályát előállítani. Középiskolában megtanultuk, hogy a hozzárendeléseknek 4 fő fajtája van. Ezek az egyértelmű, amikor egy nyíl indul és egy nyíl érkezik, több egyértelmű, amikor egy nyíl indul és több érkezik, az egy több értelmű, ahol több nyíl indul, de egy érkezik, és több-több értelmű hozzárendelés, amikor több nyíl indul és több érkezik. Érdekes, hogy mindig az érkezést mondjuk először, és az induló nyilak száma határozza meg azt, hogy egyértelmű, avagy többértelmű a hozzárendelés. Ha az első halmaz minden eleméből pontosan egy nyíl indul, akkor egyértelmű a hozzárendelés, és nyilván ez a hozzárendelés már függvény lesz. Mivel a függvények egyértelmű hozzárendelések, ezért csak az egy-egyértelmű, valamint a több egyértelmű hozzárendelések fognak függvényt alkotni. Azt is megtanultuk, hogy az inverz hozzárendelés fordított hozzárendelést jelent, így módon csak az egy-egyértelmű vagy másként kölcsönösen egyértelmű hozzárendelésű függvényeknek lesz az inverze is függvény. Felsőfokú tanulmányaink során már azt is megtanultuk, hogy csak az injektív és a bijektív függvények invertálhatóak. Mikor mondjuk egy F függvényre, hogy ő injektív, akkor, hogyha különböző elemeknek a képei is különbözőek. Példaként ábrázoltam azt az injektív függvényt, aminek a szabálya az, hogy a természetes számokhoz hozzárendeljük a racionális számok halmazát oly módon, hogy minden elemhez hozzárendelem a felét. Láthatjuk, hogy minden természetes számból egy nyíl indul, és azt is, hogy bármely értékkészletbeli racionális számhoz egy nyíl érkezik, viszont vannak olyan racionális számok, amelyeknek nincs ősük, eredetiük a természetes számok halmazában. Gondoljuk meg, hogy nincs olyan természetes szám, amelynek a fele egyharmadot érne. Ezért például az egyharmadnak nincs őse a természetes számok halmazába. És persze azt is megtanultuk, hogy egy függvény akkor szürjektív, ha bármely képelemnek van őse. Nem véletlen, hogy ez esetben ráképezésről szoktunk beszélni. No de, egy szürjektív függvény nem biztos, hogy invertálható. Például az ábrán látható, az egész számok halmazához hozzárendelem a természetes számok halmazát úgy, hogy minden egész számhoz az abszolút értékét rendelem hozzá. Ez a függvény biztos, hogy ráképezés, tehát szürjektív függvény, hiszen a képelemek halmaza teljes mértékben lefedi a természetes számok halmazát. Ha a hozzárendelést nézzük, akkor ez bizony egy több egyértelmű hozzárendelés, így módon ez a hozzárendelés nem megfordítható, nem invertálható. Abban az esetben, ha a leképezés injektív is és szürjektív is, akkor a függvényt bijektívnek szoktuk mondani. Ez a leképezés egyrészt szürjektív ráképezés, hiszen a második halmaznak minden eleme részt vesz a hozzárendelésben, másrészt pedig különböző elemeknek különbözőek az ősei. Összefoglalva tehát, az inverz hozzárendelés esetén a hozzárendelés a leképezés iránya megfordul. Egy függvény akkor invertálható, ha az inverz reláció függvényt eredményez. Csak az injektív és a bijektív függvények invertálhatóak. Vagy ha hozzárendeléssel akarjuk megfogalmazni, akkor csak a kölcsönösen egyértelmű hozzárendelések invertálhatóak.
Legyen FX egy olyan függvény, amely kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést létesít a függvény DF értelmezési tartománya és az RF értékkészlete elemei között. Ekkor az F invertálható, és inverze egy olyan függvény lesz, amelynek értelmezési tartománya az F értékkészlete, értékkészlete pedig az eredeti függvény értelmezési tartománya lesz. Valamint minden X értelmezés tartománybeli elem esetén a függvény és az inverze kölcsönösen megsemmisítik, semlegesítik egymást, és visszaadják az X-et. Ezt az ábrán általánosan megrajzoltam neked. De gondoljunk meg egy egyszerű feladatot. Ha az F szabály az lenne, hogy bármely értelmezés tartománybeli X elemhez 3-at adjunk hozzá, akkor az F inverse az azt fogja nekünk jelenteni, hogy vegyünk el 3-at. És nyilvánvalóan, hogy teljesen mindegy, hogy valamely X elemhez először hozzáadok 3-at, aztán vonok ki belőle 3-at, vagy először veszek el belőle 3-at, majd ezt követően adok hozzá 3-at. Mindkét esetben az eredeti X elemet fogom visszakapni. Most nézzük az első feladatot, amely így hangzik. Határozzuk meg és ábrázoljuk az fx egyenlő 2x-ből 4 függvény inverse függvényét. Az fx egyenlő 2x-ből 4 lineáris függvényen értelmezési tartománya és értékészete is a valós számok halmaza. A grafikonja pedig egy olyan, általam lila színnel húzott egyenes, amely a mínusz 4-nél metzi az y-tengelyt, és a meredeksége, az x szorzó száma együtthatója 2, ami azt jelenti, hogy egy jobbra lépésnél 2-t emelkedik a függvényen grafikonja. Ez a függvény garantáltan invertálható, hiszen, hogyha megnézzük a grafikont, akkor látható, hogy bármely helyhez pontosan egy érték tartozik, tehát függvényről van szó, de ami az invertálhatóság szempontjából még fontosabb, hogy egy függvényérték pontosan egy helyhez tartozik. Ez a hozzárendelés tehát kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés. Most készítsük el a függvény inverse függvényét. Mivel az eredeti függvényen értelmezési tartománya és értékészete is a valós számok halmaza, ezért a felcserélés ezen nem fog változtatni. Tehát az inverse függvény értelmezési tartománya és értékészete is a valós számok halmaza lesz majd. Most írjunk az fx egyenlő 2x-ből 4 szabályba. Az x helyére f ad minusz x-et, az fx helyére pedig írjunk x-et. Ekkor oda jutunk, hogy x egyenlő 2-szer f ad minusz 1x-ből 4. Ebből rendezéssel az f ad minusz 1-et kifejezzük, így az inverse függvény szabálya f ad minusz 1x egyenlő 1/2x-2 lesz. Most ábrázoljuk az inverse függvényt is az eredeti függvénnyel közös koordinátarendszerbe. Vegyük észre, hogy a függvény és az inverzének grafikonja tengelyesen tükrös az y egyenlő x egyenletű egyenesre. Most nézzük meg azt is, hogy ha én valamely x helyhez veszem az fx helyettesítési értéket, majd ezt követően invertálom, akkor pontosan az x-et kapom vissza. Legyen az x helyem az 1. Ekkor az fx-em 2x1-ből 4, azaz mínusz 2-t fog érni. Most nézzük meg azt, hogy ennek a helyettesítési értéknek az inverze mennyit fog érni. Tehát meg kell néznünk az f ad mínusz 2 értékét. Ekkor az inverz függvény szabályába mínusz 2-t kell helyettesítenem, ez pedig azt jelenti, hogy 1/2-szer mínusz 2 az mínusz 1,
meg kettő az egy. Tehát valóban visszakaptam az eredeti X helyemet. Maradjon az X hely változatlanul az egy. Csak most először csináljuk meg az inverse Hubin szabályát. Ez azt jelenti, hogy az epad mínusz 1 az egyes helyen, 1 × 1 meg 2, azaz 2,5-et fog érni. Itt jegyzem meg, hogy az epad mínusz 1 az nem mínusz 1-es hatvány, hanem csak fordított hozzárendelést fog jelenteni. És most nézzük meg, hogy 2,5-es helyen mennyit ér az eredeti fx függvényem értéke. 2,5 × 2 az 5, 5-ből 4 az 1, tehát a függvényem a 2,5-es helyen 1-et ér. És ez tényleg azt jelenti számunkra, hogy a függvény és az inverzének egyrészt felcserélődik az értelmezési tartománya értékészlete. Ha a függvényem inverze az inverz függvény, akkor az inverz függvény inverze az az eredeti függvény, és azt is, hogy az értelmezés tartomány bármely elemére érvényesül a fordított irányú hozzárendelés, na meg az, hogy a függvény és annak inverzének a szabályának az alkalmazása bármely sorrendben magát az x-et fogja visszaadni. Azaz a függvény és az ő inverze egymást semlegesíti és visszaadja az x-et. Nézzünk meg néhány elemi függvényt. Az fx egyenlő x négyzet függvény nem invertálható. Természetesen azokon az x tengelybeli részintervallumokon, ahol a függvényem szigorú monotonitást mutat, ott a kölcsönösen egyértelműség kérdése nem lesz vitatható. Az fx egyenlő négyzetgyök függvény invertálható, és az ő inverze az x négyzet függvénynek a nem negatív x helyeken felvett képe lesz. Azt is tanultuk középiskolában, hogy az fx egyenlő 2 az x-ediken exponenciális függvény a teljes értelmezési tartományon szigorúan monoton nő, ezért nyilván kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, invertálható és az ő inverze, mondjuk nevezzük el gx-nek, és ez a gx a kettes alapú logaritmus x függvény lesz. Természetesen nem csak egynél nagyobb alapra, hanem 0 és 1 közé eső alapra is érvényesül az invertálhatóság. Az ábrán azt látod, hogy az 1/2 az x-ediken szigorúan monoton csökkenő exponenciális függvény inverze az 1/2 alapú logaritmus x lesz, hiszen ezen függvények grafikonjai tengelyesen tükrösek az y egyenlő x egyenletű egyenesre. Középiskolában tanultuk a trigonometrikus függvényeket is. Az fx egyenlő színusz x függvény grafikonját láthatjuk az ábrán. Látható, hogy ez a függvény nem invertálható, de az y tengelyhez legközelebbi, szigorúan monoton részletét nézzük, akkor az x eleme mínusz pi per 2-től pi per 2-ig zárt intervallumon, viszont ez a függvény már invertálható. Ha megrajzoljuk ezen az intervallumon a színusz x függvényt, képezzük az ő inverzét, akkor azt tapasztaljuk, hogy a színusz x függvény inverze a mínusz pi per 2 pi per 2 zárt intervallumon az epad mínusz 1x egyenlő arcos színusz x függvény lesz. A koszínusz x függvény nem invertálható, viszont a nullától pi-ig szigorúan monoton csökken a függvényen, és ezen az intervallumon invertálható a függvény. Az inverse pedig az arcos koszinusz x függvény lesz. Az ábrán jól látjuk, hogy az eredeti koszinusz x függvényt a nulla pi zárt intervallumon néztük.
Ezért tehát ez a nulla pi zárt intervallum lesz az én arcus cosinus x függvényem értékkészlete. Mivel az eredeti cosinus x függvényem ezen az intervallumon mínusz 1-től 1-ig terjedő értékeket vett fel, így teljesen nyilvánvaló, hogy az arcus cosinus x-nek az értelmezési tartománya mínusz 1 és 1 zárt intervallum lesz. Azt is láthatjuk, hogy a szűkített értelmezési tartományon ábrázolt cosinus x függvényem grafikonja, valamint az ő inverze az arcus cosinus x függvény grafikonja egymás tengelyestükörképei az y egyenlő x egyenletű egyenesre nézve. A tangens x függvény is végtelen sok helyen veszi fel ugyanazon értéket, tehát ha bár egy helyhez egy függvényérték tartozik, ezért ez a hozzárendelés függvény, viszont több egyértelmű hozzárendelés, hiszen valamely adott függvényértéket végtelen sok helyen is felvesz. Tény, hogy az fx egyenlő tangens x függvény nem invertálható, de az x mínusz pi per 2 nyílt intervallumon már invertálható, és az inverzét ábrázoltuk, és őt arcus tangens x-nek nevezzük. A kotangens x függvényről ugyanez elmondható. Keressünk egy az y-tengelyhez legközelebb levő részintervallumot, ahol a függvényem szigorú monotonitást mutat, és azt tapasztaljuk, hogy a kotangens x függvény invertálható a nulla pi intervallumon, és inverze az arcus kotangens x lesz. Most pedig határozzuk meg az fx egyenlő x a kövön meg egy függvény inverzét. Ábrázoltam az fx egyenlő x a kövön meg egy függvény koordinátarendszerbe. Természetesen akármelyik számot kövre tudom emelni, és hozzá tudok adni egyet, ennek a függvénynek az értelmezései tartománya és értékkészlete is a valószámok halmaza, így nyilván az inverz függvénynek is az értelmezési tartománya értékkészlete a valószámok halmaza lesz, és láthatjuk, hogy ez valóban kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, tehát létezik inverze. Hogyan csináljuk meg az inverz függvényt? Az fx helyére x-et írok, az x helyére f ad mínusz 1 x-et írok. Ekkor oda jutottam, hogy x egyenlő f ad mínusz 1 x a köbön meg 1. Ha mindkét oldalból egyet elveszek, akkor f ad mínusz 1 x a köbön az x mínusz 1-et fog érni. Most már nincs is más teendő, mindkét oldalból köbgyököt vonunk, és meg is kaptuk az inverz függvény szabályát, ami f ad mínusz 1x egyenlő köbgyök alatt x mínusz 1 lett. Ábrázoljuk ezt a függvényt is, és figyeljük meg, hogy az eredeti függvényem és az inverz függvényem egymás tengelyes tükörképei az y egyenlő x egyenletű egyenesre nézve. És most nézzük a következő feladatot. Határozzuk meg az fx egyenlő 1 per x-ből 3 függvény inverzét. Nyilván az értelmezési tartománya ennek a függvénynek a 3 kivételével bármely valós szám. Az értékkészlete. Az viszont soha nem érhet nullát, hiszen ha egyet akárhány fele is osztok el, akár pluszba, akár mínuszba, az soha nem érhet nullát, hiszen egy kör akkor nulla, ha a számláló nulla, márpedig itt a számláló fix 1. Ezért tehát az értékkészlet az fx nulla kivételével bármely valós szám. De amúgy is, hogyha elképzeljük, hogy ez a függvény egy plusz 3-mal x tengely irányába ellentétesen eltolt hiperbola, no, akkor is könnyű látni az ő értelmezési tartományát és az értékkészletét.
Az inverz függvényben az eredeti függvény értelmezési tartománya és értékkészlete fel fog cserélődni. Ezért az inverz függvény értelmezési tartománya nem érhet nullát, viszont az értékkészlete a három kivételével bármilyen valószám lehet. Konstruáljuk meg a szabályt is. Fx helyére írjunk x-et, x helyére írjunk f ad minusz 1 x-et, majd ezen kifejezésből fejezzük ki az f ad minusz 1 x-et, így az f ad minusz 1 x szabálya 1 per x meg 3 lett. Természetesen itt is tudjuk ellenőrizni, hogy az értelmezési tartomány tényleg nem nulla, és mivel a számláló fix 1, és azt akárhány fele osztam el, akár plusz, akár mínuszba, soha nem kaphatok nulla értéket, ezért az értékkészletem valóban nem érhet 3-at. És most nézzük az utolsó feladatot. Határozzuk meg az fx egyenlő x plusz 5 természetes alapú logaritmusából kettő függvény inverzét. Legyen tehát az fx ln x plusz 5-ből 2. Nézzük az eredeti függvényünk értelmezési tartományát. Mivel csak pozitív értéket tudunk logaritmizálni, ezért ki kell kötnünk, hogy x plusz 5 szigorúan pozitív kell, hogy legyen, és ebből az értelmezési tartomány minden olyan x hely, ahol az x-em többet ér, mint mínusz 5. Ha visszamenőleg megnézed a kettes alapú logaritmus x függvény, akkor teljesen hasonlóan a természetes alapú logaritmus, az e alapú logaritmus függvényem, tehát a közelítőleg 2,72 század alapú logaritmus függvényem értékkészlete a valós számok halmaza lesz. Most nézzük meg az inverz függvény értelmezési tartományát és az értékkészletét. Az inverz függvény értelmezési tartománya az eredeti függvényen értékkészlete, azaz a valós számok halmaza lesz. Az inverz függvényen értékkészlete nagyobb, mint mínusz 5 kell, hogy legyen. Most az fx helyére írjunk x-et, az x helyére pedig f ad mínusz 1 x-et. Rendezzük ezt a kifejezést, mindkét oldalhoz adjunk hozzá 2-t, ekkor oda jutunk, hogy f ad mínusz 1 x meg 5-nek a természetes alapú logaritmusa az x plusz 2 ér. Ha megnézed a középiskolai logaritmus fogalma című videómat, akkor ott is találkozhatsz a logaritmus fogalmával. Most elegendő azt tudnod, hogy a kettes alapú logaritmus 8 3-at ér, mert 2 a köbön az 8-at ér. Látható, hogy a logaritmus alapja az egyúttal a hatvány alap is. Azt is láthatjuk, hogy ez a kettes alapú logaritmus 8, mivel 3-at ér, ugye a 3 az kitevő. Kitevő csak kitevőt érhet, tehát ez a kettes alapú logaritmus 8 is kitevőt kell, hogy érjen. És ami a logaritmus becsomagol, mint kinder tojás az ajándékot, hát az a hatvány értéke. Akkor a mostani kifejezésnél is fel tudjuk érni, hogy a zárójelben levő hatvány érték, az f ad mínusz 1 x meg 5, az pontosan az e alap az x plusz másodikon értéket kell, hogy érjen. És már nincs is más dolgunk, mint mindkét oldalból 5-öt elvenni. Ekkor az inverz függvényem szabálya e az x plusz másodikon, ból 5 lesz, vagy mondhatjuk úgy is, hogy e ad x plusz 2-ből 5 lesz. És most már nincs is más dolgom, mint hogy szokásomhoz híven megköszönjem, hogy megnézted és meghallgattad a videómat. Köszönöm szépen!